benne van Munkácsinak a pillanatban. Pák Imre éppen azt mutatja, hogy a festő a legenda szerint az elkészült friss képet a kézjegye mellett az új lenyomatával is ellátta. A műgyűjtő két részletben összesen 50 Munkácsi festményt bocsátott a Nyíregyházi Józsa András Múzeum rendelkezésére, így a megyeszékhelyen az országban egyedülálló méretű tárlat látható a világhírű festőműveiből. Nem minden nap lehet 50 Munkácsit egyben látni, nem csak azért, mert ez értékes, hanem azért, mert ez a magyar nemzetművészet történetének egy része, még hogyha európai is, amit Munkácsi festett, és nem lehet minden nap egyben látni olyan festőnek olyan alkotásait, ami a világban is ismert. Tehát ezért teszi egyedivé ezt a kiállítást, mert Munkácsit nem csak mi ismerjük, hanem nemzetközileg is elismert, ugyanúgy, ahogy a festményei is. Pák Imre a festmények tulajdonosa, a 90-es években kezdett Munkácsi képeket gyűjteni. Azt mondja, a befektetési lehetőség mellett azért is döntött a 19. századi festő mellett, mert egyrészt munkásról származó lokálpatriótának vallja magát, másrészt pedig szeretné Munkácsi műveit ismét világhírűvé tenni. Ezt az egész kiállítás sorozatot, amelyet 2005-ben indítottunk el, ilyen kettős céllal indítottuk. Egy, bemutatni Munkácsit elsősorban Magyarországon, de most már a világnak is. A másik célunk, ami nem kevésbé fontos, vissza akarjuk állítani őt a megillető helyére a művészet történetben, hiszen az élete alatt ő egy híres, elfogadott, világhíres festőművész volt. Na most erre a szintre szeretnék őt visszavezetni, és ezért mutatjuk be Munkácsinak a művészetét, nem csak Magyarországon, de világszerte is. A kiállítást október 14-ig lehet megtekinteni a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban.